Jó reggelt kívánok mindenkinek, sok szeretettel üdvözlöm a látogatókat idei évünk első nyitott tudatrendezvényén. Paulinyi Tamás vagyok, Szintézis Szabad Egyetem igazgatója és vezetője. 20 éve működik ez az iskola, Szepes Mária alapító fővédnökségével jött létre. Másik védnökünk professzor László Ervin, és rengeteg jeles olyan képviselője szerepelt nálunk, mondjam így, a spirituális alternatív lélektannak, pszichológiának az elmúlt 20 évben, akik mindvégig azt a törekvést képviselték, azt a sokszínű törekvést, ami saját belső világunk megismerésére irányul. Ezzel nem csak a pszichológia foglalkozik, jóval ősibb dolog, az ember önmagának való megismerése, ugye tudjuk, a ismert meg önmagad, még a delfói jósdából származik, mint ajtófelirat. Úgyhogy célunk töretlen egyfajta olyan lélektani ismertetést adni magunkról, ami nem egy elvont lélektani filozófia, hanem egy hazavihető, élhető gyakorlat is egyben. Mielőtt azonban belevágnék a nyitó témába, megkértek a kollégák, hogy egy-két dolgot mondjak el. Az egyik, hogy bár jobbára megérkeztünk, ezen nincs mit sokat filozofálni, de van, akinek nem találták meg a számláját szünetben, az adminisztratív asztalnál mindent el tudnak. El tudtok intézni, tegeződhetünk, valahogy nekem erre áll a szám. Ha nem, akkor kivételesen valamelyik irányba tetszikelni fogok, az a legbonyolultabb. Másik dolog az, hogy mint említettem, ez egy sorozatnak új évadban legalábbis az első része, de ennek megfelelően lesz folytatása. A következő szünetben mindenki kézbe kap erről egy anyagot, ugyanis a következő, a mostani a tudatos, tudatalatti és tudattalan döntéseinkkel foglalkozik, a következő viszont az álmok világával. Tehát ezt már lehet tanulmányozni, lehet előjelentkezni, többet akkor tudtok majd róla, hogyha elolvassátok ezt az ismertetőt, jövő héttől a honlapon is kín lesz. No, de hát akkor vágjunk bele a témába. Miről is szól az, hogy intuitív döntéseink, késztetéseink vannak a mindennapokban? És ha ez így van, akkor miért nem tudatosodik? Kicsit persze ez olyan paradoxnak tűnik, hogy egyrészt tudattalan dolgokról beszélünk, másrészt pedig tudatos felismerésekről és döntési lehetőségekről. Megnyitó előadásom címe pont erről szól. Mit jelentenek az intuitív információszerzési utak, és mit jelentenek az intuitív cselekvések konkrétan mindennapi életben? Ennek az előadásnak a végén szeretnék majd bemutatni egy-két olyan gyakorlatot, amit szünetben, ahogy ezt valószínűleg olvastátok az ismertetőkben, ki is lehet próbálni. Hátul a technikus kollégák várják az érdeklődőket. 4 számítógépen, erről majd vetitek egy rövid ismertetést, konkrétan az intuitív állapotunkat, készségünket tudjuk tesztelni, hogy mi ez, majd később elmondom. Illetve van még egy-két izgalmasság, mondhatnánk ez a szintézis kihelyezett pszichilaborja. Lehetőség van egy agytréner gyakorlatra, erről is majd bővebben beszélek, és lehetőség van egy nagyon furcsa valóság, nagyon furcsa világ, a virtuális valóság megismerésére, belekukkantásra, egy olyan belső világban, ami elég hasonló mondjuk az álmokhoz, vagy a tudatos álmok állapotához. Tehát a mai napon nem csak elméleti előadásokat fogtok hallani, hanem részint közös gyakorlatokon, részint egyéni gyakorlatokon is részt tudtok majd venni. Hozzáteszem, hogy idén tavasszal indul, Tehát idei tanévünkben a 2018-as naptári év elején, vagyis nem tavasszal, hanem januárban indítjuk. Köszönöm. Az úgynevezett Ultra Psi modulunkat, pár szót erről is láttok majd erről a tájékoztatón, de mondom, ez csak januárban kezdődik. És nagyon fontos törekvésünk 20 éve, én több mint 25 éve foglalkozom ezzel, hogy világossá tegyük mindenki számára azt, hogy valóban vannak bennünk olyan GPS-ek, olyan arany iránytűk, amik létezően tudnak utat mutatni olyan helyzetekben, ahova a logika nem ér el, vagy nincs hozzá támpontja.
Tehát én több mint 25 éve foglalkozom kísérleti, laborkísérleti szinten a telepátiával és sokon jelenségeivel, ami szintén nem egy elvont filozófiai jelenségkör. A tudatunknak egy létező, szerves, információszerző része, ha tudunk róla, ha nem, egy csomó olyan belső útmutatás áll rendelkezésünkre, amire ha jobban oda tudnánk figyelni, akkor szerencsésebben tudnánk dönteni. Ezek a sejtések, az ösztönök, a zsigeri megérzések, azok az intuitív elemek, amik az emberi kultúrában, az emberi életben, emberi sorsokban mindig is jelen voltak. Ez az első előadás elsősorban arról szól, hogy miért nem látjuk ezeket, ha léteznek, és hogyan tudjuk meglátni ezt a belső láthatatlan világot. Egy kis lélektan. Hát ugye a pszichológiában nehéz közös megegyezésekre jutni, sokan tudják biztos, hogy ez egy különlegesen sok paradigmás tudományág, ami azt jelenti, hogy sok olyan pszichológiai iskola van, ami homlok egyenest más véleménnyel van a pszichét természetéről, a pszichés késztetésekről. Ilyen a fizikában, kémiában nem létezik. Én most az általános, jelenleg uralkodó véleményre támaszkodva el tudom mondani, hogy nyilván mindenféle parapszichológiai képességek ismerete nélkül is tudjuk azt, hogy a tudat rendkívül strukturált. Tehát ez az ébrenléti, tudatos állapot, amiben mi most vélhetően itt ülünk, ha csak nem alszik valaki nyitott szemmel, vagy meditál egy teljesen más dolgon, a legszűkebb része, legkeskenyebb szelete ennek a pszichés konstrukciónak sokkal inkább a tudattalatti és még inkább a tudattalan világban zajlik a psziché élete, ott laknak az igazi késztetések, és ezt, ami tudatos, a jéghegy csúcsán lévő tudatos részünk, minimális mértékben látja, a saját fantazmagóriát gyárt arról, hogy mit miért tesz, jól vagy rosszul, de leginkább rosszul, hogyha helyes ösztönöket és intuitív észleléseket nézzük, és nem is tud arról, hogy milyen mélységek vezérlik. Tehát a tudatnak van egy függőleges, vertikális tagoltsága. Tekintsük egy jéghegynek, kedvelt példa. Ennek a csúcsa, az a pici csúcsa, ami kilátszik a vízből, az, ami tudatos, ébrenléti valóság tapasztalásunk. Ez alatt van egy sokkal átfogóbb tudati figyelem bennünk, ez a tudat alatti területe. A tudat alatti nagyon közel van a tudatoshoz, ugyanis bármikor rá tudunk kapcsolódni. Egyik példa, úgy hívják a pszichológiában, hogy koktélparti jelenség, amikor egy zsúfolt társaságban beszélgetünk valakivel, mellettünk további 25 ember ugyanannyi decibellel beszél, és mi csak azt halljuk, akivel beszélünk, de abban a pillanatban, hogy a másik sarkában a termének elhangzik a nevünk, pukk, már nézünk is oda, vagyis van egy részünk, ami sokkal nagyobb mértékben követi le a környezeti eseményeket, sokkal több mindenre figyel, de a tudatosságunkba ebből csak annyi kerül be, amire a tudatosságunk figyelmet fordít. Tehát ez a tudatalatti régiója, a pszichének ez a rétege. Van viszont, hogy most a tudat előttesről és más nem annyira lényeges dolgokról ne is beszéljünk, van viszont egy olyan rétege a tudatnak, egy olyan ősmasszívuma, alapzata, a jéghegy vízbe merült legnagyobb része, amit tudattalannak nevezünk. Erről azt kell tudni, hogy gyakorlatilag alig tudunk róla valamit. Tehát a tudattalan az a mély tenger, a sötét, elérhetetlen, hatalmas nyomás alatt létező, tudjuk, hogy van, de lemenni nem nagyon lehet. Tehát a tudattalan az, amiben nagyon sok olyan indítatás, késztetés lakozik, amit vagy elfojtunk, tudattalan, tehát az elfojtásba kerül, de nem tudjuk, hogy mi ezt elfojtottuk, elsüllyesztettük, mint egy veszélyes hulladékot, amit gyerekkori traumákból adódik, az életünk során szerzett egyéb traumákból, és rengeteg pozitív késztetés is. A tudattalan vizsgálata terápiás céllal mindig is a pszichológia egyik legfontosabb területe volt. Freud nevét nyilván mindenki ismeri. Gyakorlatilag a legtöbb ember hozzáköti a tudattalan elméletét. Ő az, aki legismertebb, legnépszerűbb módon adta közre, hogy igenis nem azok vezérelnek minket, amikre gondolunk, hanem az ő nézete szerint ösztönkésztetések, elsősorban ösztönkésztetések, és olyan furcsa helyzetet teremtve nyilvánulnak meg ezek az elfojtott, a szocializáció, társas élet és tudatos társas élet miatt elfojtott dolgok, ami kerülő utakon bukkannak a felszínre. Tudjuk, mi a freudi elszólás.
van egy hülye vicc, hogy a férfi rákiabál a feleségére az ebédlő asztalnál, hogy tönkretetted az életemet, te prostituált, mondjuk így. Mire a nő ránéz, mit beszélsz? Jaj, bocs, csak a sót akartam elkérni. Tehát jönnek elő, ezek nem maradnak alul, csak kerülő utakon nem veszük észre, hogy hogyan befolyásolnak. Nem csak Freud volt az, aki a tudattalan úttörő elméleteit kidolgozta. Ismerünk egy olyan úriember, sokáig tanítványa volt Freudnak, kollégája, majd később nagyon markánsan különváltak az útjai, akit Carl Gustav Jungnak neveztek, és ő kiegészítette a tudattalan elméletet azzal, hogy nem csak egyéni tudattalanunk van, ez már jobban hajaz az én elképzelésemre például, hanem a tudattalanban van egy fantasztikus és érthetetlen nyitottság mások tudattalanja felé. Az emberiség tudattalanjai valahogy összekapcsolódnak téren és időn át, korokon keresztül, és ő ezt elnevezte kollektív tudattalannak. Ez azért nagyon fontos, mert hát tudjuk azt, hogy nem csak a mi szerzett élményeink és ösztönkésztetéseink, azok, amik a tudattalanon keresztül minket vezérelnek, hanem nyitva van az aranykapu, és egybe vagyunk forva, mint a szigetek, itt már nem jéghegyekről beszélek, a szigetek, a tengerből kiemelkedő szigetek a tenger mélyén egy alapzaton nyugszanak, egy egységet jelentenek, akkor tudjuk azt, hogy a tudattalan, tudattalati közvetítése a tudathoz a végtelen lehetőségek birodalma. Még egy embert említenék meg, akit nagyon kevesen ismernek, még a szakmában is periférián van, pszichológia lélektan szakmájában, méltatlanul. Ő Frederick Myers, aki az 1800-as évek végén állított fel egy tudattalan elméletet, és ő ezt a küszöb alatti én elméletének hívta, ugyanarra utalt, hogy a tudatosságunk mélyén egy nagyon komoly ismeretlen található. Ő az első parapszichikutatók, vagy ahogy akkor mondták, pszichikus kutatók közt volt az egyik legkiemelkedőbb képviselő, és ő ezt úgy fogalmazta meg, hogy létezik egy spirituális tudattalan, Jungéhoz nagyon hasonló volt ez, ami rányílik erre a tudatvilágra, ami nem testhez kötődik, nem anyaghoz kötődik, ezzel magyarázta a médiumitást, ezzel magyarázta a parapszichológiai képességeket, és azt mondta, hogy ez egy olyan hatalmas kapu, egy tölcsér a mélybe, ha úgy tetszik, egy fekete lyuk a tudatvilág végtelenségébe, ami, hogyha nagyon megnyílik, akkor általában két esélyes a hatása az egyénre. Az egyik a patológikus, tehát beteges tünet. Itt gondoljunk például a megszállottságra, skizofréniára, paranoid skizofréniára és ezer dologra. A másik pedig a zsenialitás és a géniusz forrása. Tehát itt van jó és rossz, van veszélyes és van kitűnő dolog, de hogyha ezt a három elméletet egymás mellé tesszük, Freud mellé sorolhatnánk tovább Adlert meg a többieket, akkor azt láthatjuk, hogy egy közös benne. Az, amit mi megélünk a mindennapokban, amit a gondolataik tükröznek, és az érzékszervi valóságunk, az a legkisebb hányad. Hát hogy működik akkor, miért állítom én azt, hogy bizony ezek az intuitív képességek a mindennapokban nem csak folyamatosan működnek, hanem kontrollálhatók, megismerhetjük, megtanulhatjuk felismerni őket és helyes döntéseket hozni. Azért, mert ez egy egység, és akkor válik egységé, hogyha a tudatunkba is kialakítunk egy egységet. Tehát én ebben a pillanatban most alapvetően arra koncentrálok, nyilván miről beszélek. Nem tűnődök el a régmúlton, nem kesergek gyerekkori emlékeimen, vagy ha igen, ezek emóciók, mélyen rejlő dolgok. De hogyha mondjuk egy fontos döntés előtt állok, vagy egy fontos problémán töröm a fejem, akkor nem a logika az egyetlen út, sőt, nagyon sok esetben a legrosszabb út ahhoz, hogy valódi megoldást találjak a problémára. Ilyenkor kell csinálni ezt, hogy beszállunk a liftbe, ami saját tudatunk liftjébe, és lejjebb megyünk. Ez a lejjebb természetesen allegórikus, itt nincs lejjebb és feljebb, nincs előre és hátra. Ez a tudatnak egy olyan világ, ahol a mi téridő fogalmaink nem érvényesek, de így könnyebb elképzelni, és az már valami. Akkor ezt mondom, hogy csendesítsük le ezt a racionális részt. Próbáljunk egy kis csendet teremteni, konkrétan csendet, mert nem halljuk azt a suttogást, ami a zajban nem hallható. Azt a példát szoktam erre hozni, hogyha valaki kimegy a Blaha Lujza térre mondjuk, csúcsforgalomban napközben,
és átkiabál a másik sarokra, ami között dübörögnek az ikaruszok, meg a kamionok, meg a mindenek, akkor jó eséllyel nem fogja hallani az, aki ott fülel. De hogyha ugyanezt hajnal 2-kor, 3-kor tesz, amikor üres minden, akkor még a suttogás is hallatszik. Tehát a gondolkodás rendkívül leköti a figyelmünket, ráadásul az esetek többségében fizetetlen szabadidő tevékenységként, szinte 0-tól 24 óráig, magyarul túlnyomó és semmi értelme nincs. Az embernek van egy olyan sajátos tulajdonsága, sok más élőlénnyel szemben, hogy éntudatra és öntudatra tett szert. Véleményem szerint ez azonos a paradicsomból való kiüzettetéssel. Tehát a paradicsomi állapot a jelenben élés, a dolgok színről színre látása. Nem vagyok benne biztos, hogy az állatvilág egy alacsonyabb rendű faj, vannak macskáim, nézem őket, tehát ezek miért nem keseregnek a problémáikon? Miért nincs bűntudatuk? Egyáltalán gondolnak a holnapra? Dehogy gondolnak. Élnek, vannak, egy az egybe látják a világot. Ezt mi szinte alig tudjuk megvalósítani. Tehát ez a tipikus, ne gondolj a fehér elefántra. Most mindenkit megkérek tényleg, hogy 10 másodpercig ne gondoljon a fehér elefántra, ne! Nem hiszem, hogy sokaknak sikerült, tehát mindig megjelent a fehér elefánt. Tehát a gondolkodásunknak az, hogy én tudatra ébredtünk, és elkezdtünk a világtól elszakadni, ketté választottuk a tapasztalat, környezeti tapasztalatok világát, és a belső énünket ugyanazt éltük meg emberi válás folyamán, mint az ember az egyetfejlődés folyamán is megél, a csecsemőnek még minden egy. Ő és a környezet nem különül el. Aztán lassan rájön, hogy nem minden befolyásolható a nyúlkálásával, kialakul egy kommunikáció a felnőttekkel, és itt jön az igazi veszély, megtanul beszélni. Szerencsétlen. Elveszti a hallását és a látását a világot illetően. A beszéd egy remek dolog. Én például imádok beszélni, bár néha már magamat is fárasztom, főleg amikor már ott tartok, hogy a pörköltel beszélgetek este a vacsorafőzés közben. Mit mondjak? Lehet ez szórakoztató, és lehet már időnként zavaró, minden esetre veszélyes. Nem a pörköltel beszélgetni, általában beszélgetni, és szavakban gondolkodni. Miért? Azért, mert leredukáljuk a világot, gyártunk egy kis művilágot. Ha én most körbenézek, és látok embereket, és székeket, és fogasokat, és ajtót, és számítógépeket, akkor szavak jönnek felém. Annak idején, amikor gyámoltan kísérletet tettem az angol nyelv elsajátítására kiskamaszként, egy olyan módszert alkalmaztam, amit nyilván mások is, ilyen kis cetlikre felírtam úgy, hogy table, meg door, meg mit tudom én, window, egyebek, és kiragaszgattam. És az egész lakás olyan hülyén nézett ki, mint egy elmebeteg lakna, vagy egy nem tudom, Alzheimer kóros, akinek mindig mindent meg kell nézni, hogy hogy hívják. Tehát gyakorlatilag átment ilyen cetlizésben a környezetem. De most ugyanezt történik a fogalmi gondolkodással. Cetliket ragaszgatunk, leredukáljuk a dolgokat, ugyanakkor kialakult bennünk egy olyan kombinációs készség, ami időben tervez, emlékezik és elképzel még meg nem történt dolgokat. Tehát a múlt és a jövő sokkal nagyobb hányadban tölti ki a már nem létező és a még nem létező a tudatosságunkat, mint konkrétan a jelen. Tegnap kihajoltam az Erkélyen a 7-ről, és elbambultam egy kicsit. Ez a módosult tudatállapotnak egy ilyen szlenges kifejezése, hogy elbambultam. Igen, módosult tudatállapotra kerültem. Hirtelen elfelejtettem 10 másodperce azt, hogy én nekem most dolgom van, meg hogy mind kéne törni a fejem, meg mitől kéne aggódnom, meg hogy kéne csinálni. Semmi köze nem volt ezeknek a dolgoknak ahhoz, hogy lenéztem, és valami nagypapa két kisgyereket vezetett a járdán, és rollerezte, kislány elesett, papa megvigasztalta, mentek tovább, ennyi volt a történet. Sikerült élőben, jelenben lennem, és úgy mindentől függetlenül ebben a dologban elmerülnöm. Na, erre nagyon nehezen vagyunk képesek, és ez azért nehéz, még egyszer mondom, mert az a cséplőgép, ami egyfolytában a fehér elefántot látja, nagyon nehezen kapcsolható ki. Fogunk végezni egy meditációt ennek az előadásnak a végén. Arra fog irányulni, hogy picit lecsendesítsük a tudatunknak ezt a jéghegy csúcsát, és ahogy lecsendesedik, esélyt adunk magunknak, arra, hogy szépen lassan lesüllyedjünk tágabb, nagyobb világokba, picit félre toljuk ezt az analitikus fogalmakba gondolkodó elmét.
hogyan használhatjuk az intuíciónkat. Még egyszer mondom, minden zárjunk ki, ami nem kell oda, minden zárjunk ki, ami fölösleges, ott marad a lényeg, olyan, mint ugye Michelangelo mondta, hogy amikor kérdezik, hogy tud maga ilyen szép szobrokat faragni, és mondta, hogy ó, nem nagy ügy, le kell szedni a sziklából, ami fölösleges. Vagy például láttam mindegy is ez, tehát érjünk vissza arra, hogy nem megtanulni kell ezeket a dolgokat, hanem elfelejteni kell azokat a dolgokat, amik akadályozzák. Hozzám folyamatosan fordulnak olyan kérdések, hogy Paulinyi úr, vagy nem tudom, hogy hívnak néha, lehet a pszichképességet tanulni? Mondom, nem lehet. Mi az, hogy nem lehet? Mondom, lehet, ez van az, amit a vérkeringés, meg egyebek. Itt nem megtanulni kell dolgokat, hanem ráfigyelni, az pedig, hogy ráfigyeljünk, ideiglenesen ki kell kapcsolni más dolgokat. Ezek itt élnek bennünk, bennünk élnek más lények. Az előbb ugye a tudatnak a vertikális tagolódását ismertettem nagyon röviden, basic módon, tudatos, tudatalatti, tudattalan nagyokat ugrottam ám. Most azt mondom, hogy ez vízszintesen is igaz. Van bennünk egy lény, egy racionális lény, bennünk él, együtt élünk, ikertestvérek vagyunk, sziámi ikrek, aki gondolkodik, aki racionális, aki beszél, aki címkéz, amiről az előbb, mint zavaró tényezőről is beszéltem, és van egy szelíd, nyugis, bambulós, ilyen csecsemő forma, ez pedig ezen az oldalon lakik jobbára, ez a bal és a jobb agyfélteke. Mai ezotériában és a spiritualitásban nagyon gyakran érzem azt, hogy túl vannak dimenzionálva bizonyos dolgok. Jobb féltekés így, téta úgy, mit tudom én mi amúgy. Tehát azért ezek nem ennyire állnak szöges ellentétben, ezek egységet képeznek. Probléma nem azzal van, hogy a bal félteke mondjuk gonosz és elrontotta a világot, és a tudomány rossz és legyünk spirituálisak, hanem azzal, hogy nem használjuk a megfelelő helyzetben a megfelelő adottságainkat, és nem az adott, odaillő tudati mechanizmusainkra építünk. Tehát mi a különbség a bal és jobb félteke között? Nagyon hasonló ahhoz, ami a tudatos és a tudattalan közt. Az egyik gondolkodik, kattog, kelepel ez a verkli, ez a cséplőgép. A másik hallgat. És ebben a hallgatásban viszont a valóság közvetlen látása van, egy olyan csend, ami nem ragaszgat matricákat, ami nem kalkulál múlttal és jövővel. Általában azt mondják, hogy ez a jobb félteke a művész jellegű, az intuitív, a bal pedig a tudományos és racionális. Ez is igaz. De menjünk tovább, nagyon sok analógiát látunk. Én nem vagyok egy darwinista típus, de azt gondolom, hogy az evolúció lezajlott, sőt zajlik, hogy aztán ennek mennyi kiegészítője van, például a morfogenetikus mező, ha valakinek ez jelent valamit, hogy nem csak a gének és a természetes kiválasztódás az, ami alakítja a fajokat, mert elégtelen hatás ahhoz, hogy akár hosszú évmilliók alatt ilyen gazdagságú és sokszínű faj sokszínűség alakuljon ki, hanem arra szeretnék utalni, hogy azért ezekből a történeti korokból is őrzünk emlékeket magunkban. Hogyha például az agyat nézzük, ami szerintem nem a tudat székhelye, de komoly kapcsolatban áll a tudattal, már ez is merész kijelentés nyilván a mai pszichológia szerint, akkor látjuk azt, hogy van egy belső mag, belül az agytörzs, a végén, mint egy ilyen bunkós nyelű sétabot, létezik egy olyan komplexum, R-komplexum, ami a reptile komplexum, a hüllő agy nevet kapta. Ez a fejlődés történet elején volt üzemben, még szinte egyedül, és egy zsigeri hatást jelent, tehát territoriális, önfenntartó, fajfenntartó, jó bunkószerű, de olyan egészséges bunkó, olyan túlélő bunkó, maga módján rokon szenves bunkó, de igazából ez egy részünk. Aztán, hogy amikor a hüllőkorszak lezárult, hát kaptak egy nagy sallert az űrből, ha minden igaz, akkor törtek elő az emlősök, és az emlősök már szoptatták a kis utódokat, és az kellett némi gyengédség, tehát nem lehetett nagyon bunkónak lenni, hogy agyon taposni az utódot, vagy elfelejteni estére. És itt kialakult a limbikus rendszer, ami az érzelmeknek a világa, az ráépült erre a hüllőagyra. Megjelentek az érzelmek. Aztán jóval később, az agy fejlődésével, elsősorban az embernél,
a neokortikális réteg, a nagy agykéreg, ami többek közt a bonyolult analitikus műveletekért is felelős, és ha minden igaz agyi vonatkozásban legalábbis, itt lakik a személyiség, itt lakik a tudatosság, a tervező és egyéb erők, de most ebből a háromból is össze vagyunk gyúrva. Tehát nézhetjük hosszába, nézhetjük keresztbe. Én azt szoktam mondani, hogy azért érdemes ezt a három dolgot elképzelni magunkban, mint a három szemafor lámpa lenne, mert figyelhetjük, hogy mikor mit dominál a döntéseinkben. Zsigerileg reagálok azonnal és harcosan? Az olyan, mintha gyomromba egy vörös fény gyulladna ki. Még a csakra elmélet is valahol hajaz erre, hogy fölfelé ugye finomodnak a dolgok, lefelé az ösztönös és energikus hatóerők jellemzőek. Vagy egyfajta szívből jövő dolog határoz meg az érzelmet? Tehát ez lenne az a limbikus rendszerhez kapcsolató tudati szféra? Igen, valószínűleg. Vagy egyszerűen fejemet fogom és töprenkedek. Tehát nem hülye az ember teljesen, csak kicsit amnéziás. Én is ember vagyok, tehát a szemsértegetésnek számítam, egyfajta hangos önanalízis is lehet. Elfelejtjük azt, hogy mennyi mindenből vagyunk, és mennyi lehetőségünk van. Tehát az önfejűség az mégiscsak ide mutat. Nem mondják, hogy önszívű ez az ember, nagyon önszívű. A szív mindenféle fajta allegóriában, a szeretet, a nyitottság, az egybeolvadás, az elfogadás, a mély megértés, ezeknek a szinonimája. Tehát képzeljük el azt, hogy ha bizonyos döntésekre hallgatunk, akkor felejtsük el az agyalást. Ne a fejünket fogdossuk. Adott esetben nézzük meg, hogy mit súg a szívünk. Hát ez nem egy pszichológiai kifejezés nyilvánvalóan, ez jóval inkább egy költői allegória, de abban a pillanatban az ember már nem ide figyel, hanem ide figyel. Van egy lelki ismeret nevű szerkezet bennünk, az az arany iránytű, amíg mindig pontosan tudja, hogy mi az, amit a belső etikai komplex pszichés lényünk helyesnek lát. Csak néha olyan kellemetlen, mert emiatt a döntés miatt el kéne fogadnom valamit, de ahhoz konfrontálódnom kéne, vagy el kéne engednem valamit, de ahhoz konfrontálódnom kéne, ahhoz fájdalom kéne, ahhoz szenvednem kell, hogy átlépjek. Tehát itt általában ezek a problémák. Vagy adott esetben hasra ütve döntök, hova is ütöttem, nem a szívemre, nem a fejemre, hanem azt mondom, hogy puh, zsigerből azt érzem, hogy. Az intuíciónak van egy nagyon izgalmas tulajdonsága. Az ösztönös döntések szinte azonnal meghozzák azt a fajta iránymutatást, megmutatják azt a döntést, amire szükség van. Mit gondoltok, mennyi időre van szükség, hogy egy hirtelen helyzetben szembesülünk, hogy ösztönös, helyes ösztönös döntést hozzunk? Na ez kérdés volt, addig leiszom magam. 6 perc? 3 perc? 2 másodperc átlagosan, 2 másodperc. Malcolm Gladwellnek a könyvét ajánlom mindenkinek a figyelmébe, ösztönösen címmel jelent meg egy jó 10 éve magyarul is. Rengeteg ilyen esettel foglalkozik, amikor az illető nem az agyára hallgat, hanem azonnali ösztönös döntést hoz. Ez egy olyan dolog, amikor kiugratjuk a nyulat a bokorból. Pak, rácsapunk egyet a fenekére a lónak, meglátjuk, merre ugrik. Mi jön ki abból a bokorból, és elfogadjuk egyből. Tehát itt lamentálni nem szabad. Az a dolgok halála. A gondolat a tett halála. Így is lehet mondani. De aztán van olyan dolog, hogy hiába ütögetjük a hasunkat, nem érzünk zsigeri késztetést, nem működik ez az ős automata bennünk. Akkor fontoljuk meg, akkor tényleg a tudatos részt kell használni, csak a tudatos része van egy probléma, hűséges kiszolgálója a személyiségünknek, aki az érzelmeivel és a logikus átlátásaival viaskodik. Folyamatosan olyan döntéseket hozunk, amivel szívből nem értünk egyet. És miért hozunk ilyen döntéseket? Az előbb mondtam, mert kényelmesebb. Egyszerűen kényelmesebb. A fizikában is van egy olyan törvény, hogy a könnyebb ellenállás irányába indulnak a dolgok. Tehát elengedek egy golyót, a lejtőn az nem felfelé fog gurulni. Erre viszi a gravitáció. Hogy Szepes Mária néni mondta, pokolba gurulni is lehet. Van egy olyan tulajdonsága a valóságnak, fizikai szinten, amit entrópiának hívnak. Ez azt jelenti, hogy a valóság összetevői, fizikai összetevői folyamatosan bomlanak le, mennek szét, csökken az energianívójuk, egyre kaotikusabb, egyre szürkébb turmix lesz belőlük. Ez fizikai értelemben az univerzum valóságának a vége.
Viszont van egy ellentétes irány, a negatív entrópia, ami az összeszedettség felé megy. Növeli az energia szintjét és a rendezettségét. Ez például a biológiai élet. Az szembe megy a fizikai entrópiával. Jó, hogy az összetevői azok bomlanak szintén atomi, molekulális és egyéb szinteken. Fárad és hűl ki a világ, a féle madácsi végzetet sejtetve. Én mégis azt mondom, hogy ezek analóg dolgok, ami a tudatunkra jellemző, ugyanazokkal az állapotokkal. Van egy entrópiára való hajlamom. Kényelmes vagyok, elhagyom magam, azt teszem, hogy a legegyszerűbb, mondjuk leiszom magam, vagy nem kelek fel az érse, vagy mit, hülye vagyok, és kényelmes, és ellépek a bika elől, amivel meg kéne küzdeni. Ezek mind az entrópiát jellemzik. Elengedem magam, így. A másik dolog, amikor megemberelem magam, és azt mondom, jó, gyerünk, van egy belső késztetésem, fájni fog egy kicsit, kényelmetlen lesz, helyenként ijesztő. Aprócska szenvedések vannak benne. Odébb kéne vinni azt a hadzsák cementet? Hát igen, odébb kéne vinni, ez már csak így van. Másik az, hogy ott hagyom és megköt, mert esik rá az eső. Tehát be kell vállalni egy erőkifejtést. Ezek azok a dolgok, amik az intuitív észlelésekhez és a tudattalan döntések meghozatalához azért fontosak, mert a személyiség ellene dolgozik, és ezt le kell kapcsolni, meg kell emberelni magunkat. Egy önismereti út lelki erő nélkül nulla, sőt, kártékony, ártalmas, abszurd, groteszk, tragikomikus. Úgy leülni egy önismereti meditációra, hogy már el van tökélve, hogy itt valahogy úgy fogok jó kijönni a helyzetből, hogy kényelmes legyen, az nevetséges, az pont arról szól, amiről nem kéne. Tehát egy meditációban, egy relaxáció, egy belső odafigyelővel azt mondjuk, hogy jó, feltételezem, sőt elfogadom, minő borzalom, hogy van bennem valami bölcsebb sugallat, mint amit ki tudok kattogtatni az agyammal, és megadom azt a bizalmat, hogy elfogadom ezt a döntést. Jó, feldobok egy forintot, az is egyébként egy parapszichológia, egy forint már nincs, ötöt. Egy darab öt forintos, nyilvánvaló, ötöt is lehetne egy forintosból, de az már nincs. És majd a döntés az lesz, hogy fej vagy írás. Na jó, írás lett igazából, de maradjon a fej. Ez hülyeség, ezt csináljuk. Tehát megelőlegezni azt, hogy igen, rábízom magam a saját döntésemre. Ez azt jelenti, hogy vállalom a kényelmetlenséget. Akkor is, ha nem igazán tetszik elsőre. Na ezekből a védekezési mechanizmusokból áll fel a személyiségnek az a struktúrája, ami nem hogy nyitott az intuitív tartalmakra, a tudattalan információkra, hanem egyenesen a legfőbb dolga, hogy ezeket elrejtse saját maga a tudatosságunk elől, mert megzakkannánk attól, hogy minden nap úgy fekszünk és ébredünk, hogy megint a legnagyobb hülyeségeket követtem el, amit választhattam. Tehát ezt a struktúrát kell fellazítani, ezt a görcsöt, ezt az akadályt kell elsősorban lebontani. Hogy lehet ezt megtenni? Amikor a parapszichológiai kislaborban, a szintézis pszichilaborban, ja, ezt nem mondtam, nagyon köszönjük mindenkinek a részvételét, ez egy támogatói rendezvény, majd még erről beszélek, még támogatói sorsjegyet is lehet kapni, ugyanis hosszú évek óta újítgatjuk ezt a nyomorult kis laborocskát. Nem nyomorult igazából, sőt, egy remek mű, és most már szeretnénk egy csomó új dolgot beindítani benne. Na tehát ez az a labor, ami viszonylag egyszerű állapotában is jelentős felfedezésekre vezette részint az ott levőket, részint pedig egy olyan technikának a csiszolódását segítette, amivel nemzetközi szinten a kiemelkedő eredményű laborok közé kerültünk. Két szóban, majd a záró előadásban sokkal alaposabban. Amivel én foglalkozom, az a parapszichológiának a tudományos irányzata. Tehát a tudomány eszközeivel, módszereivel, gyakorlatilag a kísérleti pszichológiai módszereivel vizsgáljuk azt, hogy a telepátia, vagyis a gondolatátvitel, a prekogníció, vagyis a jövő érzékelés, ilyen is van ám, ez is tudattalan tevékenység, milyen pszichés feltételektől függ. Nem az a kérdés, hogy van-e vagy nincs. Ez kb. 100 éve egy eldöntött dolog, a 1960-as évek óta tudományosan, ha hiszitek, hanem elfogadott, csak az akadémikus főnökök azok, akik csinálják itt a műbalhét, tehát nem a tudomány véleménye az, hogy nincs, hanem egy-két emberé. És ami engem igazán mindig is foglalkoztat és foglalkoztat ebben, foglalkoztatott és foglalkoztat, az, hogy mik azok a gátak és hogy lehet lebontani, ami ezt elzárja előlünk. Tehát amikor hozzánk valaki eljön egy egyszerű kísérletre, amit ti is ki fogtok próbálni, és szerintem most van itt az ideje, az eszmefuttatás közepette, akkor egy olyan
rém egyszerű feladat előtt áll, ahol egyetlen beavatkozási lehetősége van, ez pedig nem más, mint mondjuk adott esetben egy mandalás programnál, látok egy mandalát, ilyen és hasonló mandalák szerepelnek majd az első előadás záró meditációjában, az, hogy klikkeljen. Tehát a mandala mire szolgál itt? Arra, mint majd meglátjátok, picit fókuszáljuk a tudatunkat, húzzuk középre abba a nyugvó pontba. Tehát amint az ember egy picit lenyugodott, és nyom egyet az egéren, mint én most nyomok, ezt ha nem látjátok, elképzelitek, klik, akkor történik valami. Két esélyes a dolog. Az egyik, hogy nem történik semmi, és egy sóhajszerű halk hang hallatszik, hogy jaj, valami ilyesmi. Nem megalázó, csak olyan kis sejmes halk fájdalom. A másik viszont az, hogy színes lesz, tehát megnyomom. Na most volt a sóhajtás, amit nem hallottatok, most viszont megint egy sóhajtást hallhattatok. Harmadszorra viszont igen, én most ilyen sóhajtósban nyomom, vagy lefagyott a program, nem, de jó lenne. Na mindegy. Tehát ennyi. Mire jön ez a program? Mi közünk van ez a programhoz? Mit mér ez a program? A bőrellenállásomat? Vagy testhőmérsékletemet? Semmit. Egész konkrétan itt egy véletlen szám függvény működik, amikor megnyomom a gombot, akkor a véletlen szám függvény kidob egy talált vagy nem talált állapotot. Ennek 50%-a valószínűsége. Most mi közöm van ehhez az egészhez? Miért nyomkodom 32 nyomásból annyit, hogy ez a sorozat? Nyilván 16 körül lesz. Hát semmi az égvilágon, vagy mégis? Igen, mégis. Na és ez a parapszichológia, ez a mégis. Azt jelenti, hogy van egy olyan belső készségünk, ezt az érzékszerveken túli észlelések kategóriájába sorolják, tök mindegy, ez most telepátia, clairvoyance, vagy prekogníció, hogy valamiért, ha a lelki világunkat ráhangoljuk szívből egy eseményre, egy cselekvésre, egy döntésre, egy eredményre, akkor az eredmény szintén ráhangolódik erre, és 32 nyomásból nem az 50% a jellemző, hanem 16 találat helyett 20, 21, 22, 23, 24, ha valaki ért a matematikai statisztikához, a 24 az egy rendkívül valószínűtlen dolog. Ugyanúgy, mint ez fordítva is igaz, tehát lehet 9-et 16-hoz képest, ott viszont általában az illetővel valami probléma van. Görcsöl, rosszul van, haragszik a világra, tele van fájdalommal. Ilyenkor sokkal több rosszat nyom, majd amikor azt mondja, hogy Istenem, hát most hurrá, élünk még, nem haltunk meg például, de jó hírem van mára, és akkor most miért ne játszak, és ez tök érdekes, és hát találjuk már, akkor eltalálja sokkal többször. Mi a konklúziója ezeknek a kísérleteknek? Még egyszer mondom, az, hogy azt a potenciális készséget, ami bennünk él, lakik a tudatunk szerves része, felismertesse, és ne szenvedjünk mutogatva jobbra-balra, hogy ezt tehet róla, meg azt tehet róla, meg amaz tehet róla, hanem vegyük ki, mi se tehetünk róla, tehát ez meg ilyen rossz közelítés, ez már az önvád kategóriája, hogy egyszerűen tőlem függően zajlanak jobbára a dolgok. Na most túlzás lenne azt állítani, én nem merném ezt kijelenteni, hogy akkor most én annyira jó leszek hirtelen, hogy az összes nyomást talál. Ilyen nem nagyon jellemző. De több. Egy tendencia indul el, ami pozitív tendencia. Miért? Mert erre az abszolút képtelen, fizikailag megmagyarázhatatlan effektusra építve kijelenthettem, hogy a valóság tükrözi a valós lelki szándékaimat. És ezek a lelki szándékok nem tudatos döntő. Elhatároztam, találni fogok, programozok. Nagyon erősen és tudatosan programozott. Egy programozzál tudatosan, hallgassa a szívedre, menjél lejjebb, kapcsold már ki az agyadat, ne magyarázkodj, ne büszkélkedj, ne legyél konok, akaratos, ne tervezzél előre, hogy azért is így lesz. Egy csomó olyan dolgot felejtsünk el, amiért az óviba tényleg rászólnak a gyerekekre nagyon helyesen. Csak ránk nem szólnak, és mi nem szólunk magunkra. Tehát hangsúlyozom, hogy itt folyamatosan lelki tényezőkről van szó. Amikor valaki leül ide, első problémát kezdődik, hogy nem érti, amit mondok. Ezt én meg is értem, hogy nem érti, mert ilyen hülyén hangzik. Kérdezi, akkor most mi van? Hát mondom, két esélyes, hát vagy eltalálod, vagy nem. Tehát egyik esetben nem történik semmi, másik esetben színes lesz pár másodperc. Ezzel lehet majd játszani többek közt. És akkor kérdezi, mi van, ha nem találom el? Hát mondom, az jó. Mi van? És ha eltalálom, akkor mi van? Hát mondom, az még jobb. Tehát vegyük észre, hogy az ember tényleg egy kisgyerek valahol benn. Abban a pillanatban, hogy rossz és jó harcol a páston,
Már megint jön ez a rejtett agresszió, a projekció. Hű de rossz vagyok, hű de béna vagyok, mi nem találtam el, a sátán játszik rá, anyám kínja. Jó, az is, csak a másik még jobb. Nem jobb egy ilyen választás? Tehát én azt gondolom, hogy alapvetően ez egy életfilozófiaként is felfogható. Ezeket azért hangsúlyozom, mert itt vannak a gátak, igenis, hogy itt vannak bennünk a gátak. Semmire nem megyünk az elme szintjén, hogyha nem zárkózik hozzá fel a lelki ismeretünk és a lelki erőnk, és ha nem akarunk valamit, annak nyögés a vége, akármit beszélünk, és akárhogy cifrázunk ezt az egészet. Semmi teteje nincs. Egy intelligens ember, ha csupa rossz döntése éli az életét, katasztrófa, lenne bár hülye, és elhinné magának, hogy ő mindent megpróbált, de hogy próbált meg. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a világ egyszerű, az ember bonyolult. És tényleg. Tehát itt bent kell állítani a dolgokon. Helyes gondolkodás alapja a helyes érzelemvilág. Van egy olyan készségünk, ami rengeteget árt, borzasztó sokat, ez pedig a racionalizáció készsége. Ami nem azt jelenti, hogy logikusan látjuk a dolgokat, hanem pont ellenkezőleg logikusnak dűnő, de abszolút helytelen módon. Ezek fedik el előlünk jobbára az intuitív cselekvések eredőit. Tehát ha nekem jó kedvem van, és bízok magamban, és egyáltalán felnézek magamra, mert úgy élek, hogy szeretnék. Vettem az erőt, és basszus, félretoltam egy-két olyan dolgot, ami súlyos koloncként jönne utánam, akkor abban a pillanatban zöld lámpákból szaporodnak fel dolgok. Azért mentem, arra gondolnám, de ilyenkor az ember nem annyira magyarázkodik, csak fordított esetben. Mert pont ott lett dolgom, meg eszembe jutott, hogy vennem kéne még egy kiflit. És lámpont összefutottam azzal az ismerőssel, aki pont nekem tud most segíteni, én meg neki. Tehát ezek a pozitív szinkronicitások. Fordítva megint így van. Jaj, mégsem most kéne indulni. Jaj, otthon hagytam, amit tudom én, akármimet, nem tudom, hajcsatomat. És a következő busz meg defektet kapott, amit lekéstem azzal, meg odaértem, hogy ez a negatív pszi. És azt hiszem, hogy ez ezért volt, az meg azért volt. A fenéket elfedi a személyiségünk előlünk, hogy van egy belső varázslat, ami ezeket a tendenciákat irányítja, de ezt egyszer nem tudjuk lenyelni ilyen egyszerűen, ezt se hisszük alapvetően, még az ezoterikus gondolkodóknak is kicsit magas, hogy a világ ennyire egyszerűen bonyolult. Magyarul tényleg bármit szállít számunkra, akármint az álmaink, minket tükröz vissza, és ezért folyamatosan félre magyarázzuk a dolgokat. Magyarázkodóként az magyarázkodik, akinek magyarázkodni valója van. Hogy Hanvas Béla mondja, boldog embernek nincs története. Ez egy olyan szép dolog. Miért lenne története boldog? Most kit érdekel, hogy mit csinált tegnap elől. Valószínűleg boldog volt, de nem volt boldog, akkor is tök mindegy, mert most boldog. Tehát a boldogságnak, a belső teljes lelki harmóniának egy gyönyörű, jelenvarázsló ereje van. Tehát ezt a boldogságot, ezt az önfeledtséget kell alkalmazni ahhoz, hogy az ilyen játékokba is rájöjjünk, hogy ez ilyen egyszerű. Nincs benne semmi titok és bonyolultság. Bonyolultság és titok, áltitok a hülyeségben van. A homunculus végtelen saktábláján. A képzelt ördöggel való sakjátszmában. Ott aztán van bonyolultság, mégpedig megoldhatatlan függvények és rejtélyek özöne. Itt nincs. Magyarul mit ajánlok egy ilyen kísérlethez? Ugyanazt, amit egy normális élethez. Üljön le az illető, nézzen bele ennek a közepébe, és gondoljon valami szép dologra. Gondoljon arra, hogy egyáltalán nem zavarja az, hogy eltalálta, hogy nem találta. Jó és még jobb. Kezdjük ezzel. Húzzuk ki a méregfogát ennek a buta és nem létező dialektikus víziónak, amit a világról gondolunk, hogy jó és rossz. Nem, jó és még jobb. Innen már indulhatunk. Egyáltalán van ingerenciája, akar játszani? Mert ha nem, akkor meg ne nyomkodja, menjen otthon, valaki várja, vagy mit szoktak mondani. Tehát ha meg nyomkodja, akkor meg azért nyomkodja, mert örül neki, hogy nyomkodja. Tehát ezek már tulajdonképpen borítékolt nyeremények. De ne a nyeremény miatt csinálja. Hát akkor mi miatt csinálja? Azért, mert játszik. Létezik egy tét nélküli játék. A játék kedvéért. Ez olyan, mint a lárpudlár. A művészet a művészetért. Tehát csupa olyan dolgot kell félretennünk, ami még mindig idefenn lakozik, annak a cenzornak, annak a betegesen tébolyodott cenzornak az agyában, ami
a tulajdonképpen személyiség részünknek egy legmakacsabb része. Ezt el kell felejteni, menjen aludni, elaltatjuk. Na tehát ez a játék ennyire egyszerű. Öntsek be egy boldogságot. Képzeljem el, hogy harangoznak folyamatosan a tavaszi égben, hogy valami hihetetlen jó indulat, mint egy gejzír tör fel valami mélységből kifogyhatatlanul, hogy mégis van értelme az életnek, és lehet igenis boldognak lenni, és ilyen dolgokra gondoljak, és mint egy bűvöletben elindulnak a találatok. Na ugyanez kell ahhoz, hogy ideben megmozduljanak a dolgok, és helyes döntésekre jussunk. Ígértem, hogy pár szóban megmutatom, elmondom, tehát ez ilyen ez a játék, ennek ez a lényege. Nincs mit magyarázni rajta, nyomkodd és érezd jól magad. Szeresd azt, hogy színes, ne gyűlöld azt, hogyha nem színes, tehát ez is jó, de az még jobb, és ennél többet nem mondhatok. Tehát aki ennél többet és bonyolultabbat akar hallani, az elrontotta. Nem lehet megérteni, és nem kell megérteni a mechanizmusát, nem az elme számára szánták. Semmilyen oksági összefüggés nincs a kettő közt, ismert oksági összefüggés, de működik, és ez a lényeg. Na, hadd mutassak egy másikat. Létezik egy olyan, ez egy életfa program, kedves kollégánk csinálta, aki ott ül szerényen, az összes többit most. Itt azt is le tudjuk mérni, ti most nem látjátok az egeret, talán valahogy, igen, mindegy. Ha lefelé húzom az egeret, a lap alja felé, akkor olyan kicsit borongósabb lesz. Teljesen lehúzom, ilyen lesz a háttér. Hogyha feltolom, nyomom, most tartok kb. Középen, világosodik, zöldül, sárgul, arany, vörös, ebbe a színvilágba megy át. Ezt azért találtuk ki, ezt a fejlesztést, hogyha valakiben van annyi böcsület, hogy őszintén látja, hogy milyen hangulatban van menet közben, akkor állítsa oda, hogyha emelkedettebb a hangulata, akkor nyomja föl magasra. Ha úgy érzi, hogy gyerekek, őszintén bevallom, kicsit lelombozott, hogy ötször egymás után nem találtam, akkor vigye lejjebb. Ugyanis itt pontosan megmutatja a gép, mert ha megnyomom, akkor itt pikk, találatszinten virágok nyílnak és hullanak, hogy milyen hangulatban gyakoribb a találat, és milyen hangulatban kevesebb. Tehát ezek olyan kísérletek, amik a lelkünket fürkőzik, a lelkünk aktuális állapotát. És van még egy, hogyha valaki az ilyen tudományosabb, klasszikusabb játékokra hajlik, ez a Céner kártyák világa. Ezzel kezdődtek az 1930-as években az amerikai pszichkutatások, legalábbis a komolyabb részük. Joseph Banks Ryan dolgozta ki, Céner nevű pszichológus kártyakészletével, ahol választani kell. Itt valamelyik kártya ki van választva, menj végig rajta, vajon melyik az? Hát honnan azből tudjam? Hát tényleg, teljesen igaza van a kérdezőnek, sehonnan. Hát akkor csak úgy nyomkodjam? Nem, ne csak úgy nyomkodjam, meg semmi értelme. Hát érezz rá, de hogy érezzek rá? Erre szoktam mondani, és figyeljetek, mert ez az élet, a mindennapi élet tekintetében ugyanígy működik, és ugyanilyen fontos, ami először megérint. Jó, de melyik volt az? Fú, nem tudom. Valójában igen. Tehát én most tippelek egyet, tak, rányomok, és pung, ez azt jelenti, hogy Krisztián, eltaláltam? Jó, mert ez annyira úgy, még én se is, hanem. De nézzünk egyet, ha nem találom, mert most bosszúból mindet elt. Nem. Ilyenkor az megy össze, amit el kellett volna találni, Vili. Tehát, hogyha úgymond ráhibázol, vagy ráérzel, mondjuk legyen a kereszt, akkor megint a négyzetet mutatja. Tehát a négyzet volt előzetesen kijelölve a véletlen szemgenerátor által. Most az előzőekhez képest tökre nem találom el, de nem is az az állapot, amikor önfeledten játszom. Hosszas csendbe burkolózó, ugye, és nem azért vagyok itt, de most a bosszúból csak is eltalálom. Na, az ember ilyen, látjátok, most a bosszúra szomjazom. Tessék, ez a találat. Magyarul, hogy is kell ezt csinálni? Mi az, hogy megszólít? Melyik szólít? Nem szólított meg, hallgat, nem tud beszélni, hülye vagy? De tud, csak másképp. Ilyen eléletlenítve nézzünk rá, ilyen kicsit olyan rábambulósan, és amelyik mintha egy picit más lenne. Ezt nagyon nehéz elmondani, hogy mitől más, mintha boltba lenne. Nem boltba, a pékboltba, hanem félkövérbe szedve számítógépes szövegszerkesztő nyelven. Tehát mintha egy kicsit sötétebb és markánsabb lenne. Valamiért, mintha ő lenne az.
És ne helyesbítsünk. Amit elsőre megérzünk, itt most a zsigeri döntésről van szó, ne gondolkodj, ne korrigálj, bízzál az érzéseidbe, és ne törjél le, ha nem talált. Ezek tendenciák. Nincs olyan ember, 150 éve mióta ilyen kutatásokat végeznek, aki a 30-as sorozatokban mindet eltalálná. De majdnem mindet eltalálja. A felénél sokkal többet. Vagy itt adott esetben, ugye ez 5 választási lehetőség a 20%-nál. Ne gondolkodj, ne lamentálj, ne csinálj statisztikát magadnak. Minél jobban rá tudsz hangolódni, nem véletlenül, hogy gyerekeknél ezek sokkal jobban működnek, még nem zárultak be annyira a kapuk, annál inkább az utadon vagy, annál inkább a helyeden vagy, a helyes döntés meghozatalában. No hát, én ígértem egy olyan kis mandala meditációt, amit talán az egész napot tekintve picit most a lelkünket jobban célra tartja, fókuszba állítja. Egy olyan meditációt szeretnék veletek közösen végezni, aminek visszatérve erre a bizonyos mandalára, amit az előző pszichprogramban is láttunk, és most kérek majd telefonos segítséget Krisztián barátomtól, vagy akár személyest, hogy a mandalás programot be kéne lőni. Köszönöm szépen. Aminek egy olyan eszköz jelenti a fő elemét, amivel több ezer éve foglalkoznak a távol-keleten, és olyan koncentrációs, kontemplációs és meditációs gyakorlatokhoz használják, aminek ugyanaz a lényege, egyrészt a tudatunkat megtanulni, fókuszálni, helyben tartani. Legyen az akkor, mondjuk, miért nem. Másrészt, megtanítson, hogy ami fölösleges, az most nem számít. A mandala egy koncentrikus ábra. Tibeti buddhizmusból ismerhetjük legjobban, de a hinduizmusban is felbukkannak. A lényeg az, hogy az érzékszervi ingereinknek és ebből adódó, szétszórt ingerekből adódó szétszórtságunknak gátat vessen, megnyugtassa, középpontba hozza. Az ébrenléti tudatosságunknak szintén van egy komoly veszélyfaktora a belső világunk meglátását illetően, az, hogy roppant szétszórt. Tehát, hogyha egy emberre ránéztek, aki így csinál, azt valószínűleg most büntették meg, és keréklakatot tettek a kocsijára, vagy nem tudom, én kiderült, hogy mégiscsak a NAV az okosabb, vagy valami felesége lebuktatta, kapkodja a levegőt, néz jobbra-balra, steppel. Ez a inkább ideges ember, ugye? Tehát ez nem pont a nyugodt ember. Az egyik dolog a tekintetünk. Tehát a környezetről szerzett információnk túlnyomó részét látással szerezzük. Ide-oda nézünk, analizálunk, törjük szét a világot, ránézünk, pak, címke, ide, címke, oda, ez így függ össze, azzal, az így, ezzel. Puff, ha egy pontra nézek, akkor nincs mit analizálni. Tehát egy mandalának az a lényege, hogy van egy csodálatos középpontja. Egyetlen pont, aminek nincs kiterjedése, ami egy helyen áll, nyugszik, és erre, hogyha tekintetünket ráfüggesztjük, ráakasztjuk, mint egy fogasra, akkor a figyelmünk is helyben marad, és sóhajtunk egyet, és már nyugodtabbak vagyunk. Nem tör ránk a kardfogó tigris és a BKV ellenőr mindeközben. Tényleg nyugis helyen vagyung, ajtóban is áll egy-két kungfu mester, úgyhogy ettől nem kell félni. Nyugi, most nem kell ezekkel törődni. A másik ilyen dolog, például a légzés. A légzésünk szinte az egyetlen olyan testi funkció, folyamatosan életben tartó funkció, ellenkezőleg egy csomó zsigeri tevékenységgel, vagy akár a szívvel, ami egyszerre totálisan automata, nem figyelünk rá, teszi a dolgát, éjszaka is simán végig lélegezzük egy-két kisebb apnójától eltekintve, és nappal is beszéd közben így úgy amúgy, de bármikor képesek vagyunk befolyásolni. Egy darabig képesek vagyunk nem venni levegőt, vagy szaporán lélegezni, mint mondjuk a transzlégzésben. Vagy éppenség lassan és nyugodtan lélegezni. Ezt még lehet cifrázni, hogy bal orjuk, lob orjuk, és a többi, ez most minket annyira nem érdekel. Ez a gyakorlat, ami nem lesz több egy bő 10-15 percnél, arra szolgál, hogy egyrészt a tekintetünket tudjuk fixálni, másrészt a légzésünket le tudjuk nyugtatni, és ehhez a tengerre nézéshez, és ehhez a folyamatos, lassú, megnyugtató hullámzáshoz, amit majd a légzés, hogyha felveszi ezt a ritmust,
számunkra visszacsatolt, tudjuk kötni azt az utazást, ami elhagyja, elfarol a tudatostól, a tudatalattitól, és megcélozza a tudattalant. Kapukon fogunk átmenni. Előre mondom, mindegyik kapunak egy azon középpontja és tengelye van, tehát amikor elindulunk innen, akkor újabb és újabb dolgok vesznek körbe, újabb és újabb mandalák, de hogyha most csak a közepét nézitek, látjátok, hogy ez a végtelen kicsi pont, ami az igazi középpont, ez a moccanatlan, az mindegyikbe közös és ugyanaz. Ezek a kapuk arra fognak szolgálni, hogy hátrahagyjuk, mint egy levetkőzzük magunkról azokat a dolgokat, ami a közelmúlt, ami a jövő terve, ami a jelen problémája, ami a személyiségem, ami az énem, ami a nevem, ami a lét tudatom, és maradjon egy olyan tiszta tengely, amit ha megismerünk és megtanulunk rajta mozogni, bármikor lehetőségként előttünk áll, mint eszköz ahhoz, hogy liftezzünk a saját mélységeinkbe. Sőt, ezek a saját mélységek egy idő után már nem saját mélységek, ezek névtelen, közös, végtelen mélységek. Egy utolsó dolog, az se kutya, hogy az ember testileg éppen hogy van. Tehát, hogyha most így egy ilyen szegecses nyakörvet fordítva rámadnának, és jó meghúznánk, valószínűleg nem tudnék elfeledkezni róla, mert folyamatosan nyomna, és szorítana, és szúrna, vagy egy 6 számmal kisebb cipőt képzeljetek el. Jó, 3 számmal, mert 6 számmal kisebb, valószínűleg nem menne rám. Tehát én azt kérem, hogyha valaki még mindig a fal zsebébe tartja kulcsomóját, akkor az vegye ki, ugyanis most csinálunk egy kis meditációt. Ha pedig kivette, és nincsen teljesen szűkre gombolva az inge, és a csatja 3-mal szorosabbra fűzve, hogy szerinte csinosabbnak tűnjön, akkor azt is lazítsa meg, és fészkelődjön. Tehát azt kérem mindenkitől, és akkor most utazzunk együtt egy ilyen napi megérkezőset. Jó? Tehát semmi másról nem szól, hogy leteszünk mindent, ami most nem ide való. Tényleg kicsit lazítunk. Sóhajtunk, és a mai napban még egyszer felébredünk. A reggeli ébredés nem biztos, hogy mindig az igazi ébredés. Nem a jelenlétbe ébredünk, hanem egy ilyen rémálomba zuhanunk vissza. Hát kezdjük azzal, hogy ez nem egy lehúnt szemű meditáció. Ez egy mandala meditáció, egy picit a zenét elkezdjük hozzá feltolni. Aminek az a lényeg, hogy most a nyitott szem és a nyugalom eszközévé válik. Tehát függesszétek a tekinteteteket középre, ennek az ábrának a legesleg közepére, és nyugodtan, finoman hagyjátok rajta, akasszátok oda figyelmetek fókuszát. És akkor most csinálunk egy nagyon rövid relaxációt, ami nem mást jelent, mint a testünk izmainak egy ideiglenes kikapcsolását, picit hagyjuk őket is pihenni, megnyugodni. Indulunk a lábfejtől fölfelé, miközben ezt a képet nézitek, képzeljétek el, hogy úgy fogjuk elernyeszteni, relaxálni az izmainkat, hogy a belégzéssel, lélegezz be egy nagyot, magadba szívsz valami tiszta erőt, valami hűsítő nyugalmat, mandala középpontjában, és akkor kifújod, képzeld el úgy, mintha a testeden egy könnyű pára simítana végig. És most képzeld el azt, hogy minden izmod még valami aprócska feszültségben, izomtónusban van, ami egy derengéshez hasonló. Mint egy kis sötétvörös, bordó derengés még ott lenne az izmokban, akkor is, hogyha a test nyugodtan ül. De most, amikor újra belégzünk, megint magunkba szívjuk ezt a tisztító, tiszta erőt, és a kilégzéssel végig a lábunkon, most a lábfejünket, az alsó lábszárunkat simítjuk végig. Tehát belégzel, aztán végsimítod a lábszárad, lábadizmait, elképzeled, hogy ezek a picike, görcsök, feszültségek ellazulnak, felolvadnak, kialszanak a fények. Aztán a következő kilégzéssel már a lábszár és a comb izmait simítod, miközben a légzésed egyre lassabbá, mélyebbé és egyenletesebbé válik. Aztán újra belégzel és újra kilégzel. Még egyszer mindkét lábadon végig simítasz gondolatban.
Végig fúvott csendesen rajtuk ezt a könnyítő, tisztító párát, majd már a derekad, far, has izmainál ugyanúgy könnyű érintéssel simított szét a feszültségeket. Pihennek a lábak, pihen a törzs, a derék, minden izom, szenterek, most nincs rájuk szükség. Minden újabb belégzés közben érzed, hogy téged is eltölt ez a csendes, nyugodt, tiszta erő, és minden kilégzéseddel most már a hát izmait simítod végig. A törzs, a mellkas izmait, ott is elhalványulnak, kialusznak ezek az apró fények. Majd a kilégzéssel a vállaidat, karjaidat, alkarodat, kezedet simítod végig. Csendesen pihen, már majdnem a teljes test. Aztán a vállak fölött, most mintha a nyakadtól fölfelé egy könnyű érintéssel simítanád végig, úgy fújod a párát, ellazulnak a nyak izmai, fej apró izmai, elernyed, kitisztul a homlokod, és végül az arcod izmai is ellazulnak. Az egész tested most könnyű, pihentető csendbe burkolózik, és most már csak a kép középpontjára, erre az apró pontra, erre a merőleges tengerre figyelsz, és arra, hogy a légzéseddel, mint egy elindulsz befelé, mint ha szemből látnál egy hosszú fényfonalat, elindulsz befelé ezen a kapun. Lélegezz be, érezd, hogy benne és a lelkedben is elnyugszol, és amikor kilélegzel, gondolatban a mandala ábráján sugár irányban kifelé, söpörj félre minden gondolatot, ami most nem ide való. Nem is illő itt a gondolat, maradj csendben, egy belső csendben, és lépjünk be egyel beljebb ennek a középpontnak a mélységes világában. Képzeld el azt, hogy a gondolataidat, a tegnapjaidat, a holnapjaidat kint hagytad abban a világoskék előszobában, és most a lelked útján, tudatod merőleges, végtelen útján egy következő állomáson vagy, de nem nézed, csak érzed a környezetet, valami elfogadó hőt. Mint ha a lelked lemeztelenedve tisztán állna ebben a szeretetteli, befogadó fényben, hogy tovább lépjen a következő állomásra, amiben most minden belégzéssel már-már névtelenné válva, csak az érzésekre figyelve, aranyfénnyel töltődsz fel. Ez az aranyfény átvilágít mindent benned. Minden belégzéssel képzeld el, hogy átlátszóvá válsz, mint egy kristály, és csak a fény játszik benned. Képzeld el, hogy ez erőt is ad, amit majd magaddal hozol, amit most elraktározol, amit magadba gyűjtesz, mint a napra forgó, ami a nap felé fordul. Mélyen újra és újra belélegez ezt a tiszta és fényes erőt, majd megint tovább indulunk. Ebbe a világba képzeld azt, hogy a tudatod olyan, mint egy kaleidoszkóp, de a tekinteted, hogyha a középpontba marad, minden változástól nélkül, mindentől függetlenül nyugalomban marad. Képzeld el, hogy minden, ami körülötted van, amiből a világodat felépíted,
csak egy kaleidoszkóp játékának a tükröződése, amiben minden mindig ugyanaz, bárha mindig másnak tűnik, és egy dolog a belső középpont minden változástól függetlenül örökkévalóan nyugodt marad. Aztán tovább lépünk egy drága kőhöz. Most se azt figyelt, hogy mi van körülötte, hanem azt, hogy mi van benne. Képzeld el, hogy ebben a drága kőben végtelen bölcsesség lakik. És bármikor, hogyha leereszkedsz a tudatodnak azokba a mélységeibe, ahová már nem jönnek el veled a gondolatok, az éned is kinmarad, az idő is kinmarad, itt egy olyan bölcs erőt kapsz, amivel visszatérve minden kérdésedre megkapod a válaszokat is. Aztán tovább megyünk, és itt egy kicsit megforgatjuk, dinamikusan megforgatjuk ezt a világot. Képzeld el, hogy most minden belégzésedre forogni kezd körülötted, felfrissítve, tisztítva szárnyas lovak hátán minden energia és erő, ami most körbevesz. Ezzel fogunk visszatérni, nem csak felfrissülve, de erőtől is telve. Körbeforgó napok, üstökösök, lovak és tüzek között. Majd a következő képen egy higgadt állapotba jutsz, amivel uralod ezt a tűzerőt. Csend van benne, béke, higgadtság és nyugalom. Aztán újra belső virághoz, egy virágvilághoz érünk. És most képzeld el azt, hogy itt megpihensz, célba érve. Ez az a világ, ahol a kérdések és a válaszok egybeolvadnak, ahol nincsen fent és lent, és jó és rossz, és te és a más, hanem csak a létezés van maga önfeled gyönyörűségében, amit a változásoknak csak az illúziója övez. Nincs súlya a dolgoknak, nincs félelme a dolgoknak, nincs kockázata, mert az örökké valóság az, ami ennek a középpontja, megérkezett nyugalom, a csend, és az a belső erő, ami névtelenül mindig veled van, veled volt és veled lesz. Aztán képzeld el, hogy elindulunk visszafelé, ebből a csendből, ebből az erőből és nyugalomból, ebből a tüzes vágtából, most már hátrálunk, emelkedünk vissza, magunkkal hozva egyfajta bölcsek köveként ezt az egyszerű nyugalmat és tudást, ami ebben a kaleidoszkóp világban, a változó világban moccanatlanul lesz a társunk, feltöltődve egy örök nap, egy napvilág erejével, magunkra véve az érzelmek mélységét, visszatérve abba a kiinduló pontba, ahol már csak egy képet látunk, ami mögött ugyanazzal a tengellyel számtalan kép rejtezik. És most szív magadba újra nagy belégzésekkel azt az erőt, ami ebbe a hűvös, tiszta, nyugodt kék mandalába rejtezik. Kilégzésnél képzeld úgy, hogy ezt most már te is továbbadod. Ebből lélegzel akkor is, ha nem látod, és minden kilégzéssel ezt a teremtést továbbítod világ és mások felé, megőrizve egy nyugalmat és egy tudást arról, hogy a belső világod mindig veled van, és bármikor, bármilyen állapotodban
ha felé fordulsz, megtalálod és rendelkezésedre áll. Aztán most kilégzésnél fújjuk végig a testünket újra, könnyű párával, de ez a pára már frissítő, nem szenderítő. Képzeljük el, hogy ezek a kilégzések magukkal hozzák táltos lovak rohanásának a vattüzét, derengeni, élni kezdenek újra az izmaink. Ezekben a kilégzésekben benne van a nap aranysárga fénye. Ezek a kilégzések most életre keltik a lelkünk jelenjét. Mozgasd meg közben egy picit a lábaidat, karjaidat, és térj vissza ezen a tengelyen, mindig abban az adott pillanatban, amiben vagy. Tanulj meg kilépni belőle, tanulj meg benne maradni, de mindenképp tudva azt, hogy van egy pont bármilyen gyorsan forgó kerék és kör közepén, a középpont, ami mindig moccanatlan. Hát egy kis nyújtózás után, ami egyébként is új reggel felé, jelenteném, hogy mindjárt fényesség támad ebben a teremben. No, egy ilyen meditáció ráérősebb verzióban, minimum 20 perc, fél óra. Ez inkább egy ízelítő volt ahhoz, hogy mennyire nem figyelünk befelé az esetek többségébe. Tehát én merem remélni, hogy a többségnek nem a befizetetlen számlák jártak a fejében, vagy a tegnap előtti vacsora. Szíve joga mindenkinek bármit gondolni, mindent lehet, csak nem mindent érdemes. Amit így felvezetésképp ezzel tisztázni akartam, hogy sokkal mélyebb a lélek világa annál, mint amit arról hinni merünk, vagy főképp gondolunk. És ami a legnagyobb akadály ahhoz, hogy ezeket a világokat bejárjuk, vagy csak egy szinten lejjebb, bölcsebb döntésekre világítsunk rá saját magunknak, az nem más, mint az, hogy képtelenek vagyunk szinten tartani, fókuszálni, kontrollálni a gondolatainkat, beleértve azt, hogy van rajta a kikapcsoló gomb. Nem halunk bele. Gyógyító, pihentető és jó tanácsadó az, hogy ezt a ventilátort leállítjuk. Végszónak nem olyan szép, de biztos voltatok úgy, hogy valami ipari telepen, vagy nem tudom én, valamilyen csapágyas, féltengelyes ventilátor környezetében eltöltöttek órákat, és egyszer csak ki leállt a gép, és basszus, nem tudtam, mi idegesített órákon keresztül. Az ember megszokja és észre se veszi, na, így vagyunk a gondolkodásunkkal, higgyétek el. Tehát az, hogy csendet teremteni magunkban, az az elsődleges feltétele annak, hogy el tudjunk befelé indulni, és meghalljuk azt a suttogást, ami mindig itt van bennünk. És nagyon nagy jó indulattal adogatja a tanácsokat, amit egyszerűen nem keresni, csak észrevenni, meglátni kell. No, hát ezt tudtam elmondani most első körben nektek.